Köszöntök mindenkit! Én Liszmélye Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból, és a mai webinárium címe Digitális Eszközök Alkalmazások a Projekt Pedagógia Szolgálatában. Az előadóm Klacsátné Tóth Ágota lesz, a 20. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium matematika, fizika, informatika szakos pedagógusa, és már pár érdekes alkalmazást mutat be, ami segít és támogatja a projektek megvalósítását. Úgyhogy én át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm, Zsuzsa. Szeretettel köszöntök mindenkit, és el is kezdjük. Egy kicsit rendhagyó lesz, egy prezentációval kezdem, de ez a prezentáció tulajdonképpen egy tartalomjegyzékként szolgál itt nekünk. Elmondom, illetve megmutatom, hogy miről lesz szó, aztán gyakorlati bemutatók fognak következni, egy bizonyos eszközöket hogyan lehet használni. És aktív részvételre is számítok, szóval mobiltelefon lehetőleg legyen mindenkinek a közelében, aki szeretne részt venni esetleg egy eszköz kipróbálásában. Néhány olyan eszközt mondok, amit projektek szervezésében jól lehet használni. Az elmúlt időszakban több pedagógussal beszéltem a digitális témahelyettel kapcsolatban, és mindenhol az az általános, hogy általában mini projektet próbálnak szervezni, ami egy napos, 5-6 órás projekt, és nincs módjuk arra, hogy hosszabb projektbe kezdjenek. Ezért beszeretném mutatni a színbalú alkalmazásának azt a részét, ami tanulási útvonalak létrehozására alkalmas, és így módon akár egy egész napos projektet is tudunk irányítani, illetve nyomon tudjuk követni a gyerekeknek a munkáját. A második alkalmazás az a Canva nevű alkalmazás, amely hát régen csak plakátkészítésre volt használatos, de most már rendkívül sokrétűen használható különböző kiadványoknak a készítésére, és a mellette lévő egyéb alkalmazások segítségével nagyon jó végtermékeket tudunk készíteni a projektek kapcsán. A harmadik pedig a ThingLink, amit már jó régen használtam, de a BET-nek egy újdonsága volt, amikor bemutatták azt, hogy kapcsolható a Teams alkalmazáshoz, ami ugye az Office 365-ben egy kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekekkel kommunikáljunk, értékeljük a munkájukat, illetve közösen dolgozzunk. Ezen kívül a novemberi finnországi úton is nagyon sok alkalmazását láttam, hogy hogyan használják tanulásra a diákok ezt a jó alkalmazást, úgyhogy ennek a bemutatása lesz a harmadik. És akkor meg is szakítom a prezentációt, és a képernyőmet fogom ezek után megosztani. Ha minden igaz, akkor most a képernyőt. Látjátok. És a Szimbalú nevű alkalmazás látható most itt a képernyő. Nekem egyébként ez a kezdő képernyőm. Jó régóta, hiszen ilyen kis csempe formában különböző linkeket tudunk feltenni magunknak. Nagyon sokfajta ilyen gyűjteményt hozhatunk létre, amit meg is lehet osztani a diákokkal. De még egyszer mondom, itt a Szimbalúnak nem ezt az alkalmazását, hanem azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet tanulási útvonalat létrehozni. Ehhez, ha már regisztráltunk, akkor úgy is be lehet menni, hogy a felhasználási felületemre, tehát itt a saját profilképemre kattintva megjelenik a Szimbalú Learning Path nevű lehetőség. Ha valaki még nem regisztrált, megteheti azt is, hogy ezzel indul, tehát a learningpaths.szimbalú.com oldalra jelentkezik majd be, és elindítja ezt a bizonyos tanulási útvonal szerkesztő felületet. Mivel én be vagyok jelentkezve, itt választhatok a
bejelentkezett oldalam között, és akkor ez az az oldal, ami fogad minket. Itt azt lehet látni, hogy megmutatja a legutolsó 5 ilyen tanulási útvonalnak az értékelését. Mi viszont azon fogunk most végigmenni, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen tanulási útvonalat. Megjelent itt egy plusz jellel kezdődő gomb, Create a Learning Path, vagyis hozzunk létre egy tanulási útvonalat. Első kérdés az, hogy milyen tantárgy alapján szeretnék most haladni. Hát ez nem egy tantárgy, ez most egy bemutató lesz, úgyhogy ezt a nevet fogom neki adni. Egyébként ez nyilván arra vonatkozik, hogy ha egy adott tantárgyat, hogyha itt megjelölünk, akkor ez kereshetővé válik. Ez lesz a nevünk, és rögtön utána már adhatok hozzá különböző tartalmakat. Most én egyébként ezt becsukom, mert szeretném mutatni, hogy nem csak itt a bal felső sarokba lehet kezdeni, hanem bárhol a rácson. És mielőtt még az elemek hozzáadásához térünk, megnézzük, hogy milyen egyéb ikonok vannak, és mit jelentenek ezek a lehetőségek. Először is a beállítás, ugye a nevet már adtam neki, lehet egy rövid leírást adni, tehát például most bemutatjuk, hogyan lehet használni. Nyilván a gyerekeknek valamiféle magyarázat arra, hogy miről is szól ez a projekt. És érdemes tanulási célokat hozzáadni. Vagyis, hogyha ezt a tanulási útvonalat vagy projektet végigjárja, akkor mit fog megtanulni? Mit végig fogjuk járni, azt, hogy hogyan lehet elemet hozzáadni. Milyen típusú tartalmat lehet hozzáadni? Kijöttem itt egy élbetűt. Hogyan lehet megosztani a diákokkal? Illetve hogyan követhetjük a tanulói munkát? Még megadhatnám azt, hogy körülbelül mennyi időtartamra vonatkozik ez, tehát ez nem percekben lesz mérhető, hogyha egy egész napos projektbe tervezünk, úgyhogy itt most nem is adok meg időt, mentjük ezt a beállítást. Következően meg lehetne adni, milyen kategória, melyik korosztálynak készül, illetve különböző címkéket adhatunk meg, amely a keresésnél hasznos lehet. Most ezt nem fogom kitölteni. A csillag a különböző kérdésekre adott jutalmakat lehet itt akár utólag is beszabályozni. Ezt fogjuk látni majd, ha egyáltalán lesznek itt kérdések. Megváltoztathatjuk a háttérképet. Rendelkezésünkre állnak különböző témák. Hozzá lehet adni gépről képet, tehát akár a projektnek az anyagához kapcsolódóan is. Mi most egy csomó kérdéshez a tavasz témáját fogjuk használni, úgyhogy én ezt a zöld témát fogom megválasztani. A következő az megváltoztatható ennek a rácsnak a nagysága. Itt látjuk, most 8x4-es rácsunk van, ennél lehet kisebbet is és nagyobbat is megadni, akár négyzet alakú rácsot is, úgyhogy 10x5 az 50 állomás. Sőt, 6 az azért elég sok ahhoz, hogy akár egy napos projektet itt irányítani tudjunk. Legyen ez most akkor 8x5-ös. Ezzel vissza tudjuk vonni az előző legutolsó akciót. Itt pedig elindíthatjuk magát
az értékelést, illetve a nyomon követését a munkájuknak. Itt meg lehet adni azt, hogy ezt publikáljuk. Nagyon sok tananyag van, amit meg lehet nézni. Ezek egyébként itt vannak ebben az úgynevezett marketplace menüben. Itt át is tudunk helyezni, aki ezt így megosztja publikusra, az megengedi, hogy át tudjuk helyezni a saját mappánkba, és esetleg át is tudjuk alakítani. Itt tudjuk megnézni azt, hogy milyen az előnézete, és itt tudjuk megnézni akár a korábbi értékeléseket és eredményeket is. Most tehát azt fogjuk kiválasztani, hogy honnan indulunk. Azt mondom, hogy innen indulunk, és létrehozom az első ilyen elemet. Alapból erre egy bemutató keres az interneten, és felajánl különböző netes tartalmakat. Mi egy saját erőforrást fogunk hozzáadni, ami mindig úgy kezdődik, hogy adunk neki egy nevet. Itt most olyan neveket fogok adni, amik utalnak arra, hogy milyen típusú tartalmat adunk hozzá. Először nézzük, hogy adunk hozzá egy videót. Pipáljuk, ez lesz a neve. Adhatunk hozzá valamilyen szöveget. Csak hallgass meg, vagy nézd meg azt a videót. De hallgass meg, az azért van, mert azért egy szép zene lesz. Nézd meg ezt a videót. És hozzá kell adnom a videónak a linkjét. Tavasz a témánk, úgyhogy YouTube-on keresünk egy olyan témát, ami egy népdal, de azért egy emlékezetes dolog volt, hogy ki volt, aki ezt énekelte. Ennek a linkjét kimásolom, és ide beillesztem. A pipára kattintva a tartalom itt már megjelenik. Ez azért is jó, mert nem kell kimenni a gyerekeknek a felületről. Itt a mobiltelefonon, illetve a tableten, és ahol éppen nézik ezt a tanulási útvonalat, meg tudják nézni magát a videót. A tartalom után rögtön megadhatunk egy kérdést. A kérdés az lesz, hogy ki énekelte ezt a szép magyar népdalt. Mert hogy nem magyar volt, aki ezt énekelte. És választhatunk a kérdés típusok között. Egy helyes válasz lesz, tehát itt ugye több helyes válasz közül megadom ezt a úriembert először. És adok hozzá még pár lehetőséget. Nem feltétlen kell az elsőt helyesnek jelölni, át is válthatok, hogy az legyen a helyes, és még sok lehetőséget meg lehet adni. Adhatok valami segítséget, adhatok magyarázatot hozzá, és itt kijelölhetem, hogy ez hány pontot ér, mondjuk akkor ez 2 pontot ér. És mentjük. Ez az első elem, az azt jelenti, hogy itt ez lesz a ház, innen indulhatunk, és bármerre mehetünk. Ahova kattintunk, ott egy újabb elem hozható létre, és most itt egy olyan elemet hozok létre, ami egy beágyazott tartalmat fog megmutatni, beágyazást. Tudjuk, hogy nagyon sok alkalmazásnak van egy beágyazási kódja. Most azt mondjuk, hogy csak gyakorolj. És egy olyan alkalmazást fogok beszúrni, amiről például tegnap is szó volt, egy Learning Apps-ot, amely szintén beágyazva megjelenik úgy, hogy nem kell kimenni a felületről. Keresünk egy tavaszt, azt mondjuk környezetismeret, évszak. Itt van egy tavasz. Ennek a beágyazási kódját vágólapra helyezzük, és itt most nem a linket fogom beszórni, hanem a beágyazási kód ikonra kattintva beágyazom ezt a
Learning Apps-ot, a pipával jelölöm azt, hogy kiválasztom, és itt meg is jelent azonnal ez a dolog. Ez egy gyakorló, az azt jelenti, hogy ott a gyerek ugye kérdéstípustól függően visszajelzést fog kapni, hogy jól csinálta vagy nem. Mondjuk annyit kérdezünk meg tőle, hogy mennyire volt ez nehéz. Ezáltal egy önértékelés. Volt nehéz megoldani a feladatot. És akkor azt a kérdéstípust választom, hogy egy skálán kell neki jelölni, a skálának az elejét, végét mi választhatjuk ki. Mondjuk ne legyen szokásos 1-től 5-ig, hanem 4-es, azt mondom, hogy ez könnyű volt. Ez pedig a maximumnál meg a nagyon nehéz. És ez ugye egy szubjektív dolog, úgyhogy itt nem adunk semmilyen csillagokat, mentjük ezt a dolgot. Megjelent a második, és ez az utolsó, hát az első és az utolsó, hogyha kettő van. Közben itt alul láthatunk egy olyan ikont, ami azt jelenti, hogy lehetőség van közbeszúrni esetlegesen egy elemet, hogyha kihagytunk valamit, tehát a sorrendet valamilyen módon meg szeretnénk változtatni, akkor itt mutatja nagyon szemléletesen, hogy a bal oldalára ennek a zászlónak be lehet szúrni egy további elemet, lehet törölni, újra szerkeszteni, és itt tovább. Hát jöjjünk erre tovább, és szúrjunk be egy weblapot. Weblap. És megint egy olyan alkalmazást mutatok, amik főleg természettudományos tanárok használnak, egy szimuláció gyűjtemény, ami egy kanadai oldalról indul, de hát én is részese voltam a lefordításának, és így mondom, nagyon sok szimuláció megjelenik magyarul, és betesszük ezt is úgy, hogy weboldalanként ehhez a HTML5 szimulációkat kell használni, hiszen azok, amik mindenféle platformon megjelennek. Tavaszhoz hozzátartozik az olvadás, ezért ezt a halmazállapot szimulációt szeretném majd ide beágyazni. Ha elindítjuk, akkor ugye ez egy külön weblapon megnyílik nekünk, de mint a legtöbb szimuláció, itt három ablaka is van, viszont nem biztos, hogy mind a hármat szeretnénk feltenni ezt. Meg lehet oldani, hogy ide a végére beírjuk azt, hogy csak az első ablakot szeretnénk megjeleníteni. Egy kérdőjét kell beírni, aztán a screens, vagyis oldalak screens szót, és egyenlővé tesszük azzal a sorszámmal, ahányadik ablakot szeretnénk megjeleníteni. Így módon nem kell választani a menüpontban, hanem csak az az egyes. Ez az alap szimuláció fog megjelenni. Menjünk vissza, és most akkor azt mondjuk, hogy weboldalként ezt szeretnénk beszúrni, kipipáljuk, és megjelent már konkrétan az a weboldal, mégpedig az az egy oldal, ami az első ablakban volt. Azt mondjuk, hogy tanulmányozd a szimulációt. És aztán felteszünk egy kérdést, ami egy egyszerű igaz, hamis lesz, igaz-e, hogy az oxigén mínusz 160 fokon. Ez egy egyszerű igaz hamis. Hát ha megfigyeli a gyerek, akkor ezt fogja látni, hogy ez valóban így van, és akkor erre adjunk mondjuk 2 pontot. Ezáltal azt látjuk, hogy most már egy közbülső elem is van. A zászló a végét, a ház meg az elejét jelenti.
De ez nem azt jelenti, hogy nem tudnánk innen is egy újabb elemet létrehozni, vagyis esetleg valahonnan lehet olyan elágazást létrehozni, ami tanulási képességek mód alapján, vagy bármi más alapján differenciál, így módon a tanulási útvonal az többféle módon is végződhet. Mi most folytassuk itt, és hozzá adott forrás címe is az lesz, hogy dokumentum lesz. Szöveges dokumentumokat, egy Word file-t, PDF file-t, illetve képeket is hozzá lehet adni. Olvasd el, és hozzá fogok adni egy dokumentumot, upload file. Itt kiválasztunk a gépen. Hát volt itt egy tavasszal kapcsolatos. De látjuk, hogy elég sok helyről be lehet, tehát különböző webes felületekről is be lehetne szúrni fájt. Én most itt kiválasztok itt egy tavasz nevű Word dokumentum. Ez nem túl nagy méret, úgyhogy viszonylag hamar fel fogja tölteni. És mint mindjárt látjuk, ez a Word file meg is fog itt jelenni. És ez nem egy direkt, nem egy oldalas, tehát ezt így szépen lehet lapozgatni, és ehhez nem kell megnyitni a szövegszerkesztő alkalmazást. No, hát csináljunk most egy olyan kérdéstípust, ami többszörös választás lehetséges. A szövegben van egy grafikon, amiről le kell olvasni, hogy melyik hónap, melyik 3 hónap a legcsapadékosabb. Ehhez ugye a többszörös választás tesztet fogjuk kiválasztani, és akkor azt mondom, hogy március. Május. Június. December. És mondjuk július. A helyes válaszokat megjelölöm, és azt mondom, hogy ez 3-at ér. Még röviden nézzük, hogy milyen lehetőségeink lennének, amit még nem láttunk, és csak itt a lehetséges. Ha már van egy olyan elemünk a szimbólum gyűjteményünk, amit nagyon sokszor használunk, tehát akár egy link, akkor ezt közvetlenül ide be lehet tenni. A lehetséges szerkeszteni képletet. Ez nagyjából úgy működik, hogy beírja automatikusan a LaTeX kódját, és akkor hozzá tudunk tenni mindenféle jelet. Ez azért hasznos tud lenni. Illetve lehetséges az, hogy gyorsan rajzolunk valamit. Van egy ilyen egyszerű kis rajzolótáblánk, amivel valamit gyorsan, egy ábrát gyorsan megrajzolunk, és akkor rákérdezünk, hogy ezek micsodák, vagy egy adatot megadunk, vagy bármilyen rajzot, és ez pillanatok alatt megvan, nem kell külön valahol megszerkeszteni, és ez megjelenik a gyereknek, ami utána szintén egy kérdést fel tudunk tenni. Röviden ezek a lehetőségek az elemeknek a hozzáadására, és akkor nézzük, hogy ezt a nagyon rövid kis utat, ezt hogyan tudjuk megosztani, és arra kérnék mindenkit, hogy annak érdekében, hogy tudjuk követni, hogy a diákok hogy haladnak egy ilyen tanulási útvonalon, segítse a prezentációt azzal, hogy akár monogrammal belép, és végigcsinálja ezt a
pár kérdést. Ehhez azon a linken kell belépni, hogy learningpaths.szimbaló.com, és bal oldalon jelenik meg az a lehetőség, hogy én egy diák vagyok, és ide kell beírni majd a kódot, amit mindjárt generálok. learningpaths.szimbaló.com. Magának a tesztnek az indítása ezzel a gombbal történik. Generál egy számot, és az az a szám, amit be kell írnia az említett felületre. Ezt a linket egyébként egyéb módon is megoszthatnánk, például itt van ez a link, és meg lehet osztani különböző közösségi oldalakon, vagy be tudjuk másolni valamilyen közös felületre, tudunk belőle QR kódot generálni, több lehetőségünk is van. És itt látszik, hogy elindult a felvétel, én pedig ide kattintok, hogy élőben lássam, hogy ki az, aki esetleg már tudott regisztrálni, vagy be tudott lépni. És akkor megjelentek az emberek, és meg fog jelenni az is, ahogyan haladnak. Itt láthatjuk a kezdőbetűt, Katiét, hogy itt van a házba, és ahogy majd arrébb ugrik, a monogramjának a helyzete, most ketten vannak, ha rákattintok, akkor látom, hogy kik adnak ebben a fázisban, és ahogy oldják a feladatot, úgy kerülnek majd át a következő elemre. És ez teljesen látványosan látszik. Ez a kis diagram az előrehaladást jelenti, közben látjuk azt, hogy mennyi időt töltöttek itt, látjuk azt, hogy ki az, aki helyesen válaszolt, itt közben látjuk ezt, ki van 100%-on, és itt ilyen színes diagramba elhelyezi a diákokat, hogy éppen hol tartanak. Tehát így módon akár egész nap, és bírja, mert kipróbáltuk, hogy 3 napig volt élő ez a kiadott értékelés, és bármikor be lehetett lépni, és látszódott az, hogy hogyan haladnak. Így módon akkor értelemszerűen egy projekt során több kapcsolat van, több lehetőség van esetleg, hogy melyek irányba haladnak. A kódot itt látjátok újra, 66260. Tehát ez folyamatosan látszik itt. És látjuk azt, hogy nagyon sokan, nagyon örülök én, sokan együttműködnek. Van, aki már készen van, ez a zöld 100%, azt jelenti, hogy ő már befejezte. Itt láthatjuk a statisztikáját, hogy hány pontot ért el, mennyi időt töltött el a feladatoknak a megoldásával. És majdnem mindenki ugye jól is válaszol, tehát ezt a statisztikát látjuk itt. Még egy kicsit hagyom, hogy aki később kapcsolódott be, szintén kipróbálja. Érdemes azért néhány pillanatot vetni a telefonról a képernyőre, tehát itt látjátok azt, hogy melyik fázisban hány gyerek van, hogy gyerek, hát most nem gyerekek vagytok, csak hogy hány tanuló. Itt pedig azok, akik már készen vannak. Folyamatosan fejlesztik, mindig van valami új, például egy időben csak az útvonalon így lehetett végigmenni elejétől végéig, de lehet akármelyikre is lépni, tehát akár egy társasjátékot is lehet készíteni, hogy a házból elindulva különböző pályákon valóban lépünk, és akkor ott van egy feladat. Kód itt látható, 66260.
Hát még nem fejezte be mindenki, de most ezt le fogom állítani annak érdekében, hogy tovább tudjunk haladni. Ez a statisztika egyébként ugye megvárná, hogy még elegyen mindenkinek. Ott lehet utána leállítani, ahol az előbb ezt láthattátok, de egyébként ez akkor is működik, tehát folyamatos a felvétele, hogyha ezt a képernyőt nem vetítjük ki, tehát itt ezt így folyamatosan lehet látni. Ha ide visszajövök, akkor ezzel a stop gombbal tudom megállítani, és el tudom menteni, és amint láttuk itt az utolsó ikonnal, ezt bármikor utólag is vissza lehet nézni, mert elmenti a rendszer. Nem állítom le, tehát ha ki szeretné még befejezni, az nyugodtan tegye meg, és átmegyünk a második alkalmazásra, amely a Canva nevű alkalmazás, a canva.com oldalon érhető el. Magyarul is tud, akinek esetleg nem magyarul jelenik meg, az át tudja váltani egyébként az operációs rendszerre vonatkozóan állítja a nyelvet, de át lehet állítani a fiók beállításoknál, hogy milyen nyelven jelenjen meg. Különböző rendkívül látványos és egyszerűen elkészíthető dokumentumot tud létrehozni. Itt a csoportjait látjátok a közösségi médiába, teljesen pontosan a méretre, illetve felbontásra megjelennek olyan eszközök, amiket létre lehet hozni. Különböző dokumentumok, személyes dokumentumok, az oktatáshoz, akár óravázlat is, de ez inkább az amerikai, hát hogy mondjam, szabályoknak megfelelő, nem egy portfólió kompatibilis dolog. Marketing és események, meghívók, hirdetések, stb. Lehetséges. Amit mi szoktunk, az valamiféle kiadvány, ami a projekt végterményekeként jelenik meg. Ilyen szokott lenni például egy plakát. És ha kiválasztottuk a típusát a dokumentumnak, akkor itt rendkívül sok mintát és sablont látunk. No, mint nagyon sok alkalmazás, ez is csak részben ingyenes, illetve egészen pontosan van ingyenes része és fizetős része is. Mindegyikhez hozzá lehet férni, de letölteni csak azokat a dolgokat lehet ingyen, amik ingyenes elemekből készültek. Ezek itt láthatók, ide van írva, hogy ingyen van. Ha kiválasztunk egy sablont, akkor ezt egyszerűen be kell húzni ide középre a szerkesztő felületre, és ez egy plakát, mégpedig láttuk, hogy 4 darab A4-es méretű, vagyis ugye egy A2-es méretű plakát. Ilyen formátumban tényleg nagyon jó felbontásba le is lehet tölteni, és ki is lehet nyomtatni. Ha ezt szerkeszteni akarnánk, akkor bármit szerkeszthetünk rajta. Tehát a megjelenő szöveg az bárhogyan átírható, a betűszíne módosítható, természetesen a szöveg is minden szempontból módosítható, sőt, látjuk, hogy itt van ez a kép, ez is pillanatok alatt kicserélhető, hogyha az elemek között keresünk egy olyan fotót, ami ingyenes, mondjuk itt van ez a cica, és ezt a cicát, ezt egyszerűen ide húztam a helyére, és formázással együtt teljesen méretre igazította, és úgy tette be, ahogyan az előbb azok a gyümölcsök voltak láthatók. Így módon a gyerekek tényleg nagyon, nagyon szeretnek szépet alkotni, és hogyha a projekthez ez úgy kapcsolódik, hogy a projektben megismert tartalmakat kell valamilyen módon így megjeleníteni, akkor azt nagyon-nagyon szívesen csinálják. A plakátokat azt sok esetben mi ki is szoktuk nyomtatni, bár nincsen nagy méretű nyomtatónk, hanem poszter daraboló alkalmazással, amit itt láthattatok
képen az a neve, egy poszterozor alkalmazással szoktuk ezt megtenni. Ez kivágja akkor a darabokra, amit bejelölünk, A3-as vagy A4-es darabokra, és rá is hagy a szélén a ragasztásnak, és emiatt tényleg olyan nagyon pontosan össze lehet őket ragasztani, akár egy fal méretű posztereink is vannak, hogy alig lehet látni, hogy ez darabokból készült, és a gyerekeknek mindig nagyon tetszik, hogyha a saját munkájuk akár évekig is megjelenik valahol. Jó. Nézzük, hogy milyen termékeket szoktunk használni még. A következő az a brosúra, ami A4-es lapra nyomtathatóan, háromba félbehajtható. Láttatok már biztos ilyen akár reklámanyagot, de akár egy témát, egy témakört is be lehet így mutatni. Látjuk például, itt van ez az egyes, ezt itt kiválasztom, akkor látjuk, hogy ez két oldalas, hiszen a brosúrának két oldala, és így nagyon szépen meg van szerkesztve. Így módon nagyon egyszerűen tudunk nagyon látványos témát létrehozni. Hát legyen itt is a téma tavasz. És akkor először nyilván a szövegeket kell valamilyen módon kiszednem. Keresek a tavaszra vonatkozóan képeket. Természetesen ingyenes képeket. Mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy nagyon szép kép. Színbe ez jobban megy hozzá. Illetve itt alul a másik oldalon is volt, amit még nem szúrtam be, másik oldalát. Viszont ugye szöveg az nem stimmel nekem, ezért ki kell javítani. Tehát ezt egyszerűen átírom magyarra. Minden formázható betűméret, a betűtípusa, bár a betűtípusnál azért érdemes figyelni arra, hogy a magyar ékezetek azok nagyon szépen megjelenjenek. Ezt is átírhatom, hogy a természet megújul. És így tovább. És mondhatnám azt, hogy ez nem annyira megy ez a szín hozzá, kicsit jobban illene hozzá más. Kijelölöm ezt a kéket, ez egy nagyon sötét, ezt kiválasztom, és azt mondom, hogy legyen zöld, sőt, akár minden sablomba itt bejelölhetem, hogy az összeset átalakítom zöldre, és akkor így már talán jobban illik a tavaszhoz. Ez az óra szintén nem nagyon passzol, ide kitöröljük, és itt az elemek között találunk mindenféle grafikát, és ugyanúgy rákereshetünk valami tavaszira, mivel ott maradt a kereső kifejezés, ezek itt meg is maradtak, és csak egy virágot be kell ide szúrni, amit értelemszerűen nagyon könnyen méretre igazítunk. Gyerekek nagyon hamar megtanulják használni, beleszeretnek, és tényleg nagyon látványos, szép dolgokat csinálnak. Hogyha nem is nyomtatjuk ki, akkor is össze lehet fűzni, vagy hogyha egy A4-es formátumban, ugye akár egy újságnak meg tudjuk szerkeszteni nagyon sok oldalát, hiszen mindig új oldal hozható létre, akkor akár lapozható könyvet is létre tudunk hozni, például ezzel a Jomag nevű alkalmazással. Mi az, amit lehet még? Amit lehet infografikákat létrehozni, amire szintén idővonaltól kezdve nagyon sok mintát kapunk. Ezek közül érdemes az ingyenest kiválasztani, és csak tartalommal megtölteni. Például itt van egy ilyen nagyon szépen megformázott. Vagy lehet létrehozni fényképekből különböző montázsokat, tehát mondjuk fotomontázsok, ahol akár egy helyet lehet nagyon látványosan bemutatni. Láthattátok az előbb, hogyha itt a tavaszra rákerestem képek ügyében, akkor ezt is csak egyszerűen behúzva nagyon látványosan tudom átalakítani. Illetve lehetséges,
egy olyan sablont is használni, aminek az a neve, egy történet, ahol hát értelemszerűen el lehet mesélni dolgokat, és erre is nagyon szép sablonok vannak. Ugye valamilyen témában a projekt során, ha képek készülnek, akkor ezeket ide be lehet húzni, és akár több oldalon keresztül el lehet ezt magyarázni. Most ezek tényleg ilyen nagyon látványos dolgok, de mikor jó egy ilyen munka? Érdemes a gyerekeknek előre lerögzíteni, hogy mik azok az elvárások, amiket csinálunk az értékelés során. Ehhez én szinte minden esetben értékelő táblázatokat szoktam használni, amikre itt példát, ha mutatok, például amikor újságcikket kellett írniuk, akkor előre megkapták azt, hogy milyen szempontok szerint hogyan fogom pontozni őket. Tehát itt ugye láthatjuk azt, hogy minden oszlop tetejére írtam egy pontot, és különböző kritériumok alapján megfogalmaztam, hogy például a tartalom az mikor ér egy pontot, kettőt, és így tovább. A szempontokat, azokat változtathatjuk gyerekeknek a tudásához, illetve életkorához kapcsolódva. De ha még a munka előtt van egy ilyen táblázat, akkor pontosan tudják azt, hogy minek kell megfelelni. Érdemes a projekt során lehetőséget biztosítani arra, hogy módosítsák. Az legjobb úgy csinálni, hogy társal értékeltetni kell a táblázat alapján, és akkor ő ad valamilyen pontot, és akkor eldöntheti, hogy abból szeretne többet elérni, vagy nem, hogyan változtathatunk. Vagy lehet például, volt egy kisebbeknek szóló meghívóra vonatkozó, nem, bocsánat, ez beszámolóra vonatkozott, ugyanis általában a plakátot azt elő is szokták adni, és talán ez volt egy meghívó. Igen, egy hatodikos projektnél segítettem. Nyilván kicsiknek egy kicsit kevesebb szöveg, és egyértelműbb megfogalmazás van, hogy például, hogy nekik meghívót kellett egy eseményre készíteni, és mikor mennyit ér ez a meghívó. Tehát, hogyha egy ilyen végterméket tűzünk ki a projektnek a végtermékeként, akkor mindenképpen érdemes előre letisztázni, hogy annak az elkészítésének milyen kritériumai vannak, illetve mire hány pontot lehet kapni. És végül a harmadik alkalmazás az úgynevezett Singlink, aminek eddig csak egy változatát ismertem, és emiatt most két hozzáférésbe is mutatom. Az egyik a singlink.com, ahova regisztrálni kell. Ennek is egy része fizetős, de a képnek az interaktív tétele az nem, illetve lehet 360 fokos képeket is föltölteni, és azt is ellátni különböző tartalmakkal. A másik lehetőség, akinek van az iskolában Office 365, ott lehetőség nyílik a Teams alkalmazásban hozzáadni ezt az appot, mint app, és így módon sokkal több lehetőség van az együttműködésre is, illetve a Teams-en belül a kiosztásra. Nézzük, hogy mire jó ez az alkalmazás. Egy képet interaktívvá tehetünk. Ez azt jelenti, hogy magába a képbe különböző tartalmakat szúrhatunk be, és Finnországban nagyon sok órán, tehát történelmórától kezdve a fizikórán használták, amikor például valami modellt, vagy a térképet, vagy valami műalkotást mutattak be úgy, hogy egyetlen egy képen rendkívül sok információt helyeztek el. Ehhez a képet fel kell tölteni. Ezt feltöltöttem, hogy ne teljen ezzel az idő. Ez egy gletszer, ahol volt szerencsém ott abba a lyukba bemenni, mert hogy itt ilyen nagyon-nagyon hosszú lépcsőn kellett lemenni, és ezt fogom most egyetlen egy ilyen címkével ellátni. Erre a Add-tag gombra kattintunk, és kiválaszthatjuk, hogy milyen tartalmat adunk hozzá. Először is egy szöveges és képes lehetőségünk van, aztán láthatjuk, hogy adhatunk hozzá videót, adhatunk a 360 fokos videót, beágyazott tartalmat,
és létre lehet hozni egy túrát is, hogy végig lehet menni különböző állomásokon. A helye, hogy hol van, ezt egy ilyen jellel láthatjuk el. Ezt a jelet meg lehet változtatni. Kiválasztom mondjuk ezt a Niagara vízesésre vonatkozó egyszerű sablont. Itt meg tudom változtatni azt, hogy milyen legyen az ikon. Ha már kiválasztottam, akkor azon belül a színét is legyen, mondjuk ez egy piros karika. És ez a sablon minden tekintetben formázható. A címet értelemszerűen a Niagara vízesést, azt mondom, hogy ez egy jégfolyó, másik címmel látom el. Itt van egy alcím, hát ott is van egy vízesés, csak nem annyira látszik, azt is érdemes ilyenkor kielemelni. Ide írhatok egy szöveget, hogy bemásolhatom bárhonnan, most csak annyit írok, ami emlékezetesen megmaradt, hogy ez a gleccser évente 6 cm-t halad. És a read more is átírható, ha valamit hozzátehetünk. Itt egy Wikipédia oldal van hozzácsatolva, hát ezt nyilván gletszerekre és pillanatok alatt meg lehet keresni. És kicseréljük ennek a linkjét. A gletszerre. És ezt is átírhatjuk arra, hogy olvasd el, hogy tudj meg még többet. És itt van ez a kép, ami nyilván nálunk most itt nem aktuális, hozzáadhatunk újabb képet. Például ez a kép egy ingyenes kép megosztóról, a Pixabay-ről származik, szabadon ide betehettem. És akár több képet is betehetek, volt még egy gleccseres. És akkor látszik, hogy megjelentek itt a nyilak, vagyis ez az egy hozzáadott kis érték, ez már egy lapozható albumot tud jelenteni, az azt jelenti, hogy itt már a gyerekek egyetlen egy ilyen tag helyére többet tudnak betenni. Hát ezt a Niagarát kitörlöm, ennek nem sok köze van, ettől függetlenül még itt kettő maradt. És ami látszik, hogy ide fel lehet tölteni hangfájlt is, tehát a finn gyerekek ezt gyakorolták legtöbben, tehát a saját szavaikkal, illetve megfogalmazva felvették azokat az elméleti dolgokat, amiket megtanultak, és ezeket alámondták, és ebből a társaik is tudtak tanulni. Ha itt mindent beállítottunk, amit szerettünk volna, akkor a kézgombra kattintunk, és itt megjelenik a jégfolyó, amit szép nagyba is be lehet mutatni, és egy adott csoporton belül a Teams-en keresztül meg lehet osztani. Itt látjuk ezt a lehetőséget, illetve hogyha nem itt szeretnénk ezt megosztani, akkor ennek is van linkje, beágyazási kódja, amit akár a színbalú tanulási útvonalba is betehetünk egy ilyen képet, ami interaktívvá lett téve azzal, hogy különböző tartalmakat szúrtunk be. Ezt a három alkalmazást szerettem volna bemutatni, és akkor megnézni, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. A brosúrát el lehet menteni, igen, PDF-be, JPG-be, PNG-be. A letöltés gombra kattintunk, akkor itt választhatunk. Tehát a nyomtatandó PDF egy kicsit jobb minőség, a másik pedig kisebb fájlméret. Én a poszter darabolás miatt PNG-be szoktam elmenteni, és akkor az a jó felbontású, még elég nagy méretben is.
Az itt lévő van egy ilyen posztereknél egy nyomtatás, az egy nyomtatási szolgáltatás, tehát valahol meg lehet rendelni, és a nyomtatott posztert kapjuk meg, nem Magyarországról. Singlingnél a beágyazási kódot. Ha már kész van egy ilyen képünk, akkor van egy megosztás, és itt látjuk a linket, beágyazási kódot, és a Teamsnél itt van egy negyedik, a Teams, és egy csatornát is ki lehet választani, hogy melyik csatorna beszélgetésébe osszuk meg. Tehát például ezt a kódot be lehet rakni a színvaló tanulási útvonalba is. A színvaló nem teszteltem, de volt a héten egy továbbképzés, és ott majdnem 50-en voltak. Nem tudom, hogy hányan, de majdnem 50-en beléptek ott. A saját kép is beilleszthető a gépről, azt nem tudom, hogy melyik alkalmazás, de igazából mindegyik, tehát a Canva-ba is be lehet, és a Symbolóba is, tehát ezek is saját képek, amikkel itt dolgoztam. A Canva-t magyar nyelvre állítani. A fiókbeállítások nyelv menüpontban kell. Nagyon szívesen. Még egy kicsit várunk, hát ha még jön egy pár kérdés, addig én szeretném Ágotának megköszönni az érdekes és hasznos előadást, Van-e még remélem a kérdés többiek is így esetleg? érezték. És hát jó felkészülést kívánunk itt a digitális téma hét előtt, még pár héttel jó tervezést. És bármilyen kérdés van a dth@dpmk.hu címre írva, szívesen válaszolunk rá, akár webinárium szervezés, tervezéssel kapcsolatban. Nézem már így kérdés, talán nem jön. Akkor is köszönjük szépen mindenkinek a részvételt!